Az angliai Fairfordban évtizedes hagyománya van már a nemzetközileg is magasan jegyzett légiparádénak. Minden és mindenki ott van, aki és ami a katonai repülésben a csúcsot jelenti. A roppant látványos és változatos programok egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért része a legkiváló pilóták, a legjobbak legjobbjainak versenyzéssel is egybekötött légi bemutatója 1997 óta rendszeresen magyar részvevőben is. A honi légierőt az akkoriban még százados Vári Gyula képviselte elsöprő sikerrel. MiG-29-es évvel bemutatott manővereit a szakmai zsűri is állva tapsolta meg 1998-ban. És hogy a legjobb amerikai, kanadai, szovjet, svéd, német vagy angol kiválóságoknak ne legyen kétségük, hogy ki a legjobb, gyors egymás után van, még kétszer megismételte. ...2002-ben nyugdíjba vonult ugyan, de a repüléssel nem hagyott fel. A Matkó-pusztai reptéren, amelynek egyik üzemeltetője is, sűrűn gyakorol, hogy a közeljövőben JAK-52-es gépével nemzetközi versenyeken mérettesse meg magát a magyar műrepülőválogatott tagjaként. Alapvetően azt kell mondjam, hogy a repülés egyik legjobb dolog a világon. Én 2002-ben fejeztem be itthon Magyarországon a MiG-29-es repülést, és akkor cseréltem föl a botkormányt egy másik botkormányra. A 52 egy picit olyan szerelem, picit olyan, mint a MiG-29-es. Forog, de azért nem olyan, mint a nagy gépek. Nagyon jó műrepülhető gép szerintem, legalábbis ez egy oktatógép volt valamikor. És akkor jött az ötlet, hogy keressünk egy olyan helyet valahol, ahol meg tudunk telepedni, ahol tudunk műrepülni. És így esett a választás Matkó-pusztára. Azóta meg itthon vagyunk. Ez egy nagyon jó kis repülőtér. Én azt gondolom, hogy jó adottságokkal is rendelkezik. Picit a zajterhelésen is tudtunk úgy csökkenteni, hogy a boxot kijebb raktuk, és évek óta most már itt repülünk. Elkezdtem a versenyszerű műrepülést. Idén a válogató versenyen azt tűztem ki magam elé, hogy legalább 60%-os teljesítményt nyújtsak, de hál' Istennek 70% fölötti eredményt értem el. Ha sikerül, és a Jóisten is megsegít, akkor jövőre el tudok indulni a JAK-világbajnokságon, ez a tervem. Fehér Oroszországban lesz, és hogyha ott az első 25 között végzek, akkor én nagyon boldog vagyok. Úgyhogy ez a tervem most. De MiG-29-es az egy erőgép. Az egy olyan repülőeszköz, ami 6 perc alatt képes 13 ezer méter emelkedni. De arra a gépre nem úgy kell tekinteni, mint egy repülőgépre, hanem az egy fegyver. Ez egy teljesen más típusú gép. Itt szabadabb vagyok. Itt azt kell mondjam, azt csinálhatok, amit akarok, korlátok között. A JAK-52-es azért élmény és azért szerelem, mert olyan pici, apró repülőgép a MiG-29-eshez képest, és mégis annyit tud, mint egy nagy gép. ...360 lóerős, 9 hengeres csillagmotorja van. Nem megy föl 18.000-20.000 méterre, de azért 6-8.000 méterre ez is föl tudna menni, de nem megyünk ilyen magasra, műrepülésnél maximum 1.000 méterre megyünk föl. A műrepülésben több kategória. Van a JAK-52-es kategória, aminek az az érdekessége többihez képest, hogy mindenkinek JAK-52-essel kell. Tehát nincs különbség, a repülőgépek között elméletileg nincs különbség, ott a pilóta dönti el, hogy milyen manővert hajt végre. Én becsülettel készülök, jó oktatóink vannak, aztán majd meglátjuk, hogy milyen eredményünk lesz.